Amikor arról beszélünk, hogy mi magyarok nem jeleskedünk abban, hogy szűrővizsgálatokra járjunk, akkor jellemzően, bár javul a kép, azt mondják egyébként az utóbbi időben szerencsére már van pozitív változás. Szóval akkor elsősorban például a daganatos elváltozásokra gondolunk, meg hát persze azt is tudjuk évtizedek óta, milyen fontos, hogy gyakran menjünk a fogorvoshoz évente legalább egyszer. Viszont méltatlanul keveset beszélünk a különböző mozgásszervi problémákról, pedig legalább annyira fontos, hogy ezeket is komolyan vegyünk, és időben megtegyük a megfelelő lépést. Jól mondom, doktor úr? Hát szervusztok, valóban így van. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a lakosságnak kb. Egyharmada él valamilyen mozgásszervi fájdalommal. Ennek a leggyakoribb oka azért a porc kopása, az izületek közötti porc gyengesége, és hát bizony nagyon sokan halogatják az orvoshoz való fordulást, inkább nem akar vele szembesülni, vagy bekap egy-két fájdalomcsillapítót, de nem tudjuk pontosan az okát, holott meg lehetne előzni. Az ok esetleg lehet, az egy idősebb korosztályról van szó, tehát ez lehet egy alapok ennél a betegségnél? Természetesen az időseket gyakrabban érinti, hiszen mindannyian el fogunk kopni. A kérdés az a mérték, és hogy milyen gyorsan. Erre nyilván vannak hajlamosító tényezők, amiket öröklünk, és vannak természetesen azok a terhelések, amiket érhetik az ember. De azt gondolom, hogy itt ugyanaz a háttér, mint a fogorvosnál, hogy valójában azért félnek elmenni a vizsgálatra, mert jaj, az még jobban fog fájni, mint amilyen az eredeti fájdalom. Fájhat alapvetően? Pedig most voltam mind a fogorvosnál, semmit nem érezni belőle egyébként. Az innovatív fogorvoslás. Ez a félelem a fájdalomtól. De akkor egy másik szakértőt hallgassunk meg, egy ortopédus, hogy valóban nem fáj egy ortopédia vizsgálat sem? Hát maga az ortopédia vizsgálat az maga nem fáj. De nyilvánvaló, hogyha mögöttem mondjuk már egy fájdalmas térdízülettel vagy egy csípőzülettel érkezik valaki, az már önmagában megnehezíti a mindennapjait. És bizony inkább a félelem attól van, hogy valamilyen beavatkozásra van szükség, valamilyen műtétre. És ugye a legnagyobb ortopédiai műtét az a térd, illetve a csípő protézis, és ettől való félelem az viszont nehezen viszi a betegeket orvoshoz. És ez mennyire jogos jön ez a fajta félelem? Tehát mennyire van igaz annak, aki fél ettől a műtéttől? Az elmúlt évben több mint 820 műtétet végeztünk, és megkérdeztük a betegeinket, hogy miért halogattak, vagy mennyi időt halogattak, és átlagosan 5 évig várnak a műtétre. Tehát kimondták, hogy műtétet el kellene végezni, de 5 év múlva... Elment az orvoshoz, az orvos megállapította azt, hogy el kell végezni a műtétet, és ezután még 5 év telt el. Bizony. A valós beavatkozásig. Bizony, mert annyira féltek a műtéttől. És de jó ezt, ég. És mi szeretnénk ezeket a félelmeket csökkenteni, és ebből a félelemből inkább bizalmat építeni. Azt hiszem, és abban hiszünk, hogy minél több információt tud a beteg az állapotáról, és az, hogy mi fog vele történni, annál bátrabb lesz, és annál jobban tudjuk oldani a szorongását. Nagyon gondosan figyelünk minden egyes mozdulatra, minden egyes lépésre, hogy a fájdalom az mérsékeljük, és gyakorlatilag onnantól kezdve valaki bejelentkezik, és végigvisszük ezen a folyamaton, ő fájdalom nélkül fogja ezt megcsinálni. Akkor visszatérve az edukációra, akkor a beteg bemehet önökhöz a kórházba, akár tud egy betegtársával, aki már végigment ezen a fajta folyamaton beszélgetni, ezt miért cserélni, hiszen azt gondolom, hogy a legjobb reklám akár magára a műtétre is az, hogy olyannal tud szót váltani, aki már átesett ezen a folyamaton. Így van, ez a legjobb. Mi egy csapatban gondolkozunk, úgy gondoljuk, hogy a csapat tagja a beteg, és partneri viszonyt alakítunk ki vele, azaz ő ugyanúgy nagyon fontos, mert hogyha ő nem készül fel megfelelően gyógytornával egy műtétre, vagy utána nem végzi a rehabilitációt, az a műtéti sikerességet sem fogja eredményezni. Akkor tehát nagyon fontos az együttműködés a betegekkel. Így is van. És hogyha mondjuk meg szeretné győzni bennünket arról, hogy akkor menjünk el arra a bizonyos csípő vagy térműtétre, én akkor mégis hogyan? Én nem akarom még csípőműtét, engem ne győzzünk meg most. Az egyszer. Idő halad, és ha megéri, olyan szerencsés lesz, hogy meg tud öregedni, akkor szembe kell nézni. Használjuk ezt a lehetőséget arra, hogy akkor mondja el nekünk a doktor úr, hogy akkor mégis hogyan lehet erre felkészülni jól. Mi úgy hívjuk ezt, hogy kidolgoztunk egy úgynevezett audit rendszert, ezt mi egy 5 lépcsős protézis audit rendszernek hívjuk. Tehát ha valakinek van egy előre haladott kopása, akkor ezt ki tudjuk vizetni 5 lépcsőben, és amiben benne van a szakorvosi vizsgálat plusz egy röntgenfelvétel, van egy röntgenanalízis, ami egy speciális szoftveres tervezőprogram, van egy implantátum tanácsadás, felmérjük a kísérő betegségeket, és végül meghatározzuk azt, hogy mikor van a műtét ideális időpontja. És innentől kezdve a betegek megkönnyebbülnek, felszabadulnak, hiszen tudják, hogy mit szükséges tenni ahhoz, hogy a panaszaik elmúljanak. Az egyik kedves páciens például olyan élményteli módon élte át ezt az egészet, hogy még könyvet is írt a történetéből íme. Minden kedves, ilyen jellegű fájdalommal élő sorstársamnak azt javaslom, hogy minél előbb vágjon bele a műtétbe. Ez a műtét nem nagy fájdalommal jár, viszont hatalmas nagy életminőségi javítást, javulást hoz. Úgyhogy ne halogassák, ne töltsék az időt felesleges gondolkodással, sokat segíthet a műtét.
Nagyon fontos, hogy aki időt nyer, az életet is nyer.